pedagógus napi ajándékcsomagokat ad át a szekszárdi gyakorló általános iskola pedagógusainak, Ács Rezső a város polgármestere. A környezetbarát szatyorba egy üvegbor és egy különleges csokoládé került. Nem hétköznapi helyzet, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel csak köszönetünk jár. A régen rendszeresen országszerte megtartott pedagógus napot Szekszárdon 4 éve élesztették fel újra. A város polgármestere azóta minden június első hetén apró ajándékokkal lepi meg a bölcsődei nevelőket, az óvónőket és a tanítókat, tanárokat. Ács Rezső azt mondja, különösen fontos, hogy jelképesen elismerjék azokat, akik a gyerekekkel foglalkoznak nap mint nap. Nem csak az idősekre figyelünk oda, nem csak a gyerekekre figyelünk oda, bár itt áttételesen a gyerekek is benne vannak ugye a fejünkben, hanem azokra az emberekre, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, és én azt gondolom, hogy sokszor az oktatás mellett a nevelő, hogy a pótszülő szerepét is be kell, hogy töltsék, főleg a óvodákban, általános iskolákban, úgyhogy ez még egy külön elismerés számukra. Szekszárd polgármestere ezen a héten a város összesen 31 oktatási és nevelési intézményébe látogat el, és több mint 1000 pedagógust köszönt fel személyesen.